Amennyiben valaki nem aggódik az internet jövője miatt, az nem követi az eseményeket pontosan. Meg fogjuk nézni most, hogy mi is a legnagyobb fenyegetés az internet, illetve a social media jövőjére nézve. Két hírt fogunk gyorsan megnézni ezzel kapcsolatban, hogy milyen veszély is fenyegeti idézőjelben az internet biztonságát. Security researchers at Israeli software security company Checkpoint revealed yesterday that a fresh Android security breach has resulted in more than 1 million Google accounts being hacked. Ugye az izraeli Checkpoint nevű cég felfedezte, hogy egy számítógépes vírus több mint 1 millió Google fiókot tört fel, és későbbiekben majd kiderülnek a részletek is ezzel kapcsolatban. The Android devices were infected with the malware nicknamed Gooligan that steals email information and authentication token. Ugye Gooligannek hívják a vírust, és jelszavakat, illetve e-mail adatokat gyűjt. And gains access to personal details and files. És személyes adatokat, illetve fájlokat. Checkpoint immediately contacted the Google security team, and the two groups are working together to find the source of the virus and remove the threat. Hát akit ez megnyugtat, hogy egy izraeli biztonsági cég, Checkpoint, dolgozik Google-lel együtt a biztonságunk érdekében. Annak ez remek hír. Folytassuk tovább. In a blog post published yesterday, Checkpoint called Gooligan the largest Google account breach to date, and the malware can affect machines running Android 4 versions Jelly Bean and KitKat, and Android 5 version Lollipop. Ugye Gooligannek hívják a vírust, és ez az eddigi legnagyobb biztonsági probléma, amivel Google szembenézett, és bizonyos Android operációs rendszereket éri több 10 millió felhasználó. Következőkben pedig elmondja, hogy mi a teendőnk. Four security flaws that they said could potentially affect some 900 million Android phones. 900 millió Android készülék érintett ebben a problémában, ugyanis négy biztonsági problémát fedeztek fel ez az izraeli cég a Google szoftverben. Anyone who believes that they may have been victim to this attack is advised to immediately change their password and any other account security related information. Természetesen a lényeg az, hogy az embereket beprogramozzák arra, hogy az internet egy veszélyes médium, és folyamatosan szigorítani kell a biztonságát. Erre nagyszerű példa ez a hír. Meg fogunk nézni egy másik hírt szintén az internet világából. Brexit. Ugye ez a hír Németországból van, és a Deutsche Telekom routereket célozták meg hackerek, akiket más néven Amerikában hacktivistnek hívnak a hacker, illetve az aktivista szó összevonásából, ami 33 a KDN numerológiában. Nézzük, hogy mi is a hír pontosan. Deutsche Telekom has confirmed up to 900,000 customers have had their broadband service cut off following a possible hack of its hardware that Deutsche Telekom rendszere ugye áldozata lett egy hacker csoportnak, és ezáltal körülbelül 900,000 felhasználónak a routere hibásodott meg, illetve nem kapott szolgáltatást. Figure had now fallen to 400,000 as security measures had been implemented, the German company said. But Reuters reported some affected customers may still be unable to make contact in order to report the problem. Valószínűleg bizonyos felhasználók még egyelőre nem tudtak kapcsolatba lépni a céggel, úgyhogy lehetséges, hogy a szám az ennél jóval magasabb. A probléma mind a telefonvonalakat, a tévészolgáltatást és az internetet érintette Németországban. Aki követi ezeket a videókat, tudja, hogy azok az emberek
illetve csoportok, akik a világot uralják és irányítják, teljes hatalmat élveznek, és minden, amit a hírekben látunk, az a része a programozásnak, az a része a forgatókönyvnek, és maga a cyberspace, a virtuális világ biztonsága az az egyik eleme a totális diktatúrának, ami hamarosan bekövetkezik. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy hogyan kell a társadalmat manipulálni, és mi az, amit tenniük kell ahhoz, hogy kiváltsák a reakciókat az emberekből, azokat a reakciókat, amik azt eredményezik, hogy ők elérik azt a célt, amit már réges-rég kitűztek. Generálnak egy problémát, amire a társadalom reagál, és ők előállnak a megoldással. Azonban ők visszafele dolgoznak, ők kitalálják azt, hogy mire van szükség ebben az esetben az internet cenzúrázására, illetve szigorítására, hiszen az információt korlátozni kell, különben az emberek hozzájuthatnak szabadon. Ezért kitalálják ezeket a fake híreket, mint a Google vagy a Deutsche Telekom, ami mind-mind része a háttérhatalomnak, és ezután ugye kivált egy reakciót a tömegekből, arra pedig ők előállnak azzal, hogy szigorítani kell az egész biztonságát az internetek, és ez óhatatlanul azt fogja maga után vonni, hogy alternatív hírforrások, illetve vélemények egyre kevésbé fognak feltűnni az interneten. Ha valakinek esetleg kételjei lennének ezügyben, akkor megmutatom, hogy már is milyen rendelkezések születnek világszerte. The FBI has been given carte blanche to hack victims of cybercrimes. Az FBI Rule 41, a 41-es szabály értelmében, ami egy új törvény az Amerikai Egyesült Államokban. Az FBI-nak hatalma van ezentúl, hogy áldozatoknak a számítógépét, illetve mindenféle online fiókját feltörje, és az ott talált adatokat felhasználja nyomozás során, amennyiben ugye bármiféle biztonsági probléma lép fel az interneten. Congress failed to block the controversial Rule 41. És ezt a kongresszus nem tudta megállítani. Persze, hát nem is akarta. Nézzük meg azt, hogy miért is problémás ez a szabályozás. And three times they failed. The new change to Rule 41 will regularly allow judges to issue search warrants to hack into computers. Ugye ez a jogszabály lehetővé teszi a bírók számára azt, hogy az FBI-nak hatalmat adjanak arra, hogy az áldozatok mindenféle online elérhetőségét, fiókját és tulajdonát feltörjék, és a nyomozás során felhasználják. Probléma az, hogy nem csak a saját jogkörzetében, hanem akár ugye Amerikában counties, megyéken keresztül, vagy államhatárokon, de most már az FBI bevonásával államhatárokon is átívelhet ez, és nem csak egy, hanem akár több számítógépre, illetve bármiféle eszközre. Outside that judge's jurisdiction, a single search warrant can now serve to hack into numerous computers in multiple jurisdictions. So a judge in Texas can issue a single warrant to the FBI to hack into computers in California, Alaska, New York, even beyond our country's borders. Ugye itt mondja azt, hogy Texasból egy bíró lehetőséget adhat arra, hogy akár Kaliforniában, New Yorkban, vagy Kanadában, illetve Mexikóban, de akár külföldön is a számítógépét bárkinek, illetve bármilyen eszközét használhassák az FBI. This expanded authority will likely be used to investigate botnets. Ugye elmondja azt, hogy mire is fogják használni ezt. Következőkben arról van szó, hogy ezt megtehetik akár az áldozat, illetve a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül. And they can do it without your knowledge or consent. Meanwhile, the British government is taking. Érdekes az,
hogy ugyanez a szabályozás létrejött Európában is, és Nagy-Britanniában így zajlik az egész történet. Taking it a step further by allowing its spying agencies to hack into people's computers without their knowledge. Ugyanaz a helyzet az emberek számítógépeit, illetve bármilyen hardverét feltörhetik annélkül, hogy az ő tudomására hozták, vagy ő beleegyezne ebbe. De ennél még tovább is mentek. It's also requiring internet service providers to keep a record of every internet user's browsing history for 1 year. Minden egyes felhasználó internetes böngészőjének történetét, illetve adatait 1 évig köteles a szolgáltató tárolni, ahogy a nyomozáshoz fel lehessen ezt használni a későbbiekben. So government agencies can have access to it. Supporters of the legislation. És természetesen az állami szervezetek ehhez hozzáférést kaphatnak, ugye mindenféle nyilvánosságra hozatal nélkül. Természetesen elmondja azt is, hogy ez biztonság érdekében történik. Ugye erre a problémára első Thessalonica levelében Pál már nagyon-nagyon régen figyelmeztet az 5-ös fejezetben, mert mikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen vezedelemről jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyok, és semmiképpen meg nem menekednek. Ugye itt erről van szó, mindig erről van szó, biztonság és béke. Ennek érdekében természetesen a társadalomnak fel kell áldoznia a szabadságából, illetve a jogaiból, hogy kormány biztosítani tudja ezt a békét és biztonságot. A probléma csak az, hogy ők azok, akik generálják ezeket az eseteket azért, hogy a tudatlan tömegeket programozzák, hogy azok elfogadják a jövőbeni szigorításokat. Ugye arról van szó, hogy az Egyesült Királyságot biztonságosan tartsák, ehhez van szükség ezekre a szabályozásokra. Ennél azonban egy lépéssel tovább is mennek, hiszen arról lesz szó, hogy az internet egy új terület, ahol a bűnözők, illetve a terroristák problémákat tudnak okozni, illetve fennakadásokat a társadalomnak. Home Secretary Amber Rudd says the internet presents new opportunities for terrorists and law enforcers and security services must have the tools they need to keep people safe. Természetesen ez megfelelő eszközökre van szükségük, hogy az embereket biztonságban tartsák. But its detractors are many, and they include practically every major technology and internet company. Ugye a helyzet, mint minden filmben. Megvan a forgatókönyv, már megbeszéltük azt, hogy hogyan is megy a probléma, a reakció és a megoldás, a következő pedig a jó, illetve a rossz zsaru. Ebben az esetben az állam az, aki a rossz zsaru szerepét eljátsza, és minden technológiai cég lesz a jó, ők ugye ez ellen tiltakoznak, holott azok, akik értik, hogyan működik a világ, és azok, akik uralják és irányítják, hogyan működnek, tudják, hogy ezek a cégek mind az ő irányításuk alá tartoznak, akárcsak a kormány, illetve akárcsak a szolgáltató cégek. Apple, Facebook, Twitter, Microsoft and Google, they all urge the government not to put this bill through. Természetesen ezek a cégek ebben az esetben tiltakoztak ez ellen, de ez a tiltakozás csak annyira jó, hogy az emberekben ugyanazt a hatást éri el, mint minden film, hogy a végén majd valaki jön, aki megmenti őket, és van valaki, aki harcol értük. Sajnos nem fogják fel azt, hogy a világ nem úgy működik, mint egy film. MPs also objected. Ugye most érdekes módon még azt is megemlíti, hogy a parlamenti képviselők is ellenálltak ennek a törvénynek, mindaddig, amíg nem kapták meg a mentességet ez alól. Szóval még egy csavarral elérik azt, hogy a kormányt még rosszabb színben tüntetik fel, így az emberek
az emberek természetesen nyilvánvalóvá válik az emberek számára, hogy a kormány az, aki ebben az esetben a rossz. Although they put up no real opposition, it has to be said, once they'd got themselves exempted from being spied on. Ugye erről volt szó most. A végén pedig jön a happy end, megjelenik a hős, aki az emberért harcol, aki a tudatlan tömegekért harcol, tehát az emberek nyugodtan hátradőlhetnek, hiszen nem csak hogy a technológiai cégek, hanem még egy aktivista csoport is értük küzd. Internet activists, the Open Rights Group say that... Az Open Rights csoport az, aki természetesen ez ellen van tűzzel, vassal. New law is more suited to a dictatorship. És arról beszélnek, hogy ez az új törvényhozás inkább egy diktatúrára lenne jellemző. És nem egy demokráciára. Mint hogyha mi demokráciában élnénk. Vagy a demokrácia azt jelenteni, hogy bárkinek bármiféle beleszólása van az egészbe. Gives Britain arguably the most draconian spying powers in the developed world. És elmondja azt ugye, hogy Nagy-Britanniának így ezáltal Nagy-Britannia törvényhozása, illetve jogszabálya lett a legszigorúbb a világon. És a háttérben egész véletlenül láthatjuk a piramist és a mindent látó szemet a tetején. Természetesen én tudom, hogy minden csak véletlen bizonyos embereknek, azonban akik a világot irányítják, ők egyáltalán nem így működnek. Számukra nincsenek véletlenek, uralják és irányítják a világot, pontosan tudják, hogy mit csinálnak. Ez egy nagyon régi összeesküvés, illetve egy nagyon régi rendszer, ami gyakorlatilag végig kísérte a történelmet, és ennek láthatjuk most a végkifejletét. Legtöbb ember azt gondolja, hogy ez véletlenszerű dolgok eredménye az, hogy idáig jutott a világ, vagy pedig az, hogy ezt majd meg tudjuk akadályozni tüntetéssel, illetve ha minél több embert felébrezgetünk, és arra vesztegetjük az energiánkat, hogy próbáljuk az embereket az utcára vinni, illetve megmutatni nekik, hogy a bankrendszer így vagy úgy, vagy hogy így, ez teljesen jelentéktelen már ebben a helyzetben. Ez a rendszer sokkal korábban kiépült, mint ahogy mi tudomást szereztünk róla. Az egyetlen dolog, amit az ember tehet, az az, amit Pál az efézusiakhoz írott levelében elmond és tanácsol. Az pedig így szól, öltözzétek fel Elohim minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk. Ez a harc már eldőlt a fizikális szinten. Azok, akik uralják és irányítják a világot, elhúzták a leplet az emberek szem előtt, és gyakorlatilag mindenkit megtévesztettek. Már most ezt a folyamatot nem lehet visszafordítani, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Mi nem ezek ellen az emberek ellen küzdünk. Mi maga a gonosz ellen küzdünk, aki az egész világot irányítja. És az egyetlen mód, hogy ebből győzedelmesen kerüljünk ki, az a mindenható segítségével lehetséges. Nem itt a Földön, hanem a következőkben. Annak okáért vegyétek föl Elohimnek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.